az alul meg a túlkormányzottságnál még annyit mindenképpen megjegyeznék, ugye emlegettem a Peugeot 106-ost, meg a 205-öst, hogy milyen jókat lehetett vele farolni kézifék nélkül, de egyébként ebbe a témakörbe tartozik a kézifékes faroltatás is. Tehát itt nagyon meg kell különböztetni azt, hogy amit ilyen alulkormányzottságként, meg túlkormányzottságként az autóval foglalkozó szakemberek, vagy ha úgy tetszik, a mérnökök szoktak emlegetni, ez tényleg ez a kúszási szög problémakör. Tehát, hogy az eleje kúszik-e jobban az autónak, vagy hátul. Az egy más kérdés, hogy ebbe mesterségesen bele lehet nyúlni. Tehát például a kézifékes fékezé, vagy a kézifékes forduló, az egy ilyen dolog, az nem az autó saját kormányzottsági tulajdonsága, hanem ott ugye a hátsó gumi tapadását módosítom úgy, a fékezéssel gyakorlatilag lecsökkentem, mert elveszem a keresztirányú tapadást tőle a fékezéssel, majd erről egyszer beszélünk a tapadási kör kapcsán, és ezért van az, hogy az autó megfarol, vagy ezért történt ugyanaz, amikor mondjuk mentünk gyorsan egy elsőkerékhajtásos autóval, aminek nagyon könnyű volt a hátulja, és közben ráfékezett valaki, vagy ráfékeztük, például a 106-os Peugeot, vagy a 205-ös Peugeot volt az esete, és ekkor ugye kidobta a farát, mert megint csak a hátsó kerekektől elvettük a keresztirányú tapadást, illetve hosszirányú tapadásra, fékezésre használtuk föl lényegében teljes egészében, ezért az autó megfarolt. És ugyanez a driftelés csak fordított irányba, ott ugye azzal vesszük el a keréknek a keresztirányú tapadását, hogy túlpörgetjük. De ez nem az autónak a saját tulajdonsága, hanem mi mesterségesen nyúlunk bele ugye a fékezés, illetve a kerék túlpörgetése révén. Úgyhogy ezt mindenképpen fontosnak tartottam elmondani, mert ezért van az, hogy például egy átsókerékhajtásos autó is, egy Merci is, vagy egy BMW is, alapvetően alulkormányzott, ugye még a tömegelosztását is úgy állítják be az autónak, ugye ami az egyik legfontosabb tényezője annak, hogy egy autó túl vagy alulkormányozottként viselkedik. Ugye azok is ormotoros autók, ezek mindig úgy állítják be, hogy elől azért legalább 53-54, tehát mindenképpen több százalék van, mint hátul. Ezért, ha ezeket az autókat ezen a bizonyos körpályán lemérik, vagy önmagában nézik, anélkül, hogy nagy gázt adnának hátra, vagy fékezgetnék a hátsó kereket, mondjuk kézifékkel, anélkül azt fogja hozni az autó, hogy az eleje fog jobban kúszni, mint a hátsó, ami ugye azért biztonságosabb eljárás, mert ezt az ember természetesebben tudja korrigálni egy jó darabig, mint azt, amikor az autó kidobja a farát. Az ugye nagyon sokan ott vége van a világnak, azzal nem tudnak mit kezdeni. Az autó saját magától, ha úgy tetszik, amikor csak gördül, tehát se nem túlpörgetjük a kerekét, se nem fékezzük a kerekét, akkor az autó saját magától alulkormányozottként viselkedik. Egyébként most már nem bírom megállni, csak lerajzolom ezt a kört, ami nem kör különben, de körrel lehet nagyon egyszerűen megérteni. Van a kerekünk, és úgy szokták a tapadási körként azt szokták, hogy fölvesznek köré egy kört, és mindig azt mondják, hogy az a baj, hogy a gumi ebbe a körben tud mozogni tapadásilag. Tehát például, ha melyik példát vegyük, ha például túlpörgetem a kereket, az azt jelenti, hogy előrefele használom ki a teljes pörgetését. Ilyenkor azt mutatja, hogy oldalirányban megszűnik az erő. Ugyanezt történik fékezéskor, nem tud több erőt fölvenni. Ha viszont csak kicsit hajtjuk a kereket, akkor ezt kiszoktuk ide vetíteni a kör szélére, és akkor meglátjuk azt, hogy a keresztirányú, illetve a szálkereszt, mennyi keresztirányú erőt tud fölvenni a kerék. Ennyit. Tehát az a dolog lényege, hogy ha kevesebbet, akkor még többet. Tehát látszik, hogy akkor több oldalerőt tud. Kicsit rosszul rajzoltam. Tehát ugye ez a dolog lényege, hogy a kettő csak egymás rovására működik, ezt próbálja mutatni ez a tapadási görbe, hogyha ha nagyon fékezek, vagy ha túlpörgetem a kereket, akkor csökken az oldalirányban átvihető erő. Illetve ha csökkentem a hosszirányú erőt, akkor pedig nő az oldalirányban elvihető erő. Ezért szokták azt mondani, hogyha például kanyarodunk, akkor ha nincs nagy átterhelődési veszély, mert ugye ez volt, amit a 106-ossal mondtam ott, ugye például akár elvette az ember a gáz, mert attól megfarolt az autó, mert az autó átterhelődött, elkönnyebbült a hátulja, megszűnt a lenyomóerő, ugye mondtuk, hogy a lenyomóerővel is arányos, hogy mennyi oldalerőt tud a gumi átvinni, és akkor eldobta az autó valamennyire a farát. Ha a szerencsés esetben, az én esetemben nem nagyon szerencsére, úgyhogy simán meg lehetett fogni az autót. És ez magyarázza meg, a tapadási kör magyarázza meg azt, hogy miért jobb az összkerékhajtású autó, mint a kétkerékhajtású, akár első, akár hátsó, mert ugye ha ugyanakkor a nyomatékról beszélünk, amit át akarok vinni a kerekeken, akkor a kétkerékhajtású autónál mondjuk, hova rajzoljam? Rajzolok egy újat, mert ezen már sok minden van. Tehát itt a tapadási körünk, belerajzoljuk a kerekünket.
megint rajzolok bele egy izét, egy célkeresztet. Ha ugye mondjuk a full nyomatékot átviszem, akkor az első vagy hátsó kerékhajtású autó ennyi nyomatékot átvisz, mondjuk átviszi a teljes nyomatékát, ami ugyanannyi lesz, mint mindjárt az összkerékhajtású autónál, akkor megszűnik az, nem tud az előbbi ábra értelmében is, nem tud oldalerőt átvinni. Ha viszont összkerekes az autó, akkor ugyanezt a nyomatékot oldalanként, mondjuk vegyük úgy, hogy oldalanként, megint itt van a kerekem, zölddel rajzolom, mint a terepjáró lenne, pedig ugye nem feltétlenül kell terepjárónak lenni az összkerékhajtású autónak. Az összkerékhajtású egy kerekén viszont csak ennyi nyomatékot visz át, mert ugye a másikat ennyit visz át a hátsón, és mondjuk ennyit visz át, ha 50-50%-os az elosztás, ugyanennyit visz át elől. Tehát a dolog lényege, megint berajzolhatjuk ezt a kis vonalkát, neki még marad ennyi oldalereje ahhoz, hogy oldalerőt vigyen át, tehát ugyanakkora nyomatékkal, vagy hát mondhatjuk, hogy teljesítmény, mondjuk inkább nyomatékot, ugyanannyi nyomatékkal terhelve az autót, tehát ugye veszük a kanyart, akkor a négykerékhajtású autó az sokkal nagyobb kanyarsebességre képes, hiszen még mindig van ott oldalereje, ahol a másiknak már oldaltartó ereje, tehát ami ellen tart a centrifugális erőnek, a kanyarról lesodró erőnek, még mindig marad oldaltartó ereje, míg a másiknál már elfogyott. Legalábbis a hajtott keréken.